Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai nap ugyancsak kint főzünk, és ugyancsak a barbecue sütésnek egy folyamatát fogjuk végigvinni. Itt van mellettem Tóth Gábor, múltkor találkozhattak vele a nézők, akkor is egy nagyon finomat készítettünk. Most mi lesz, Szabi? Mit főzünk? Töltött kacsát, kacsacombot pontosabban. És ugyanabban a sütőbe? Igen. Mint a múltkor. És mivel fogjuk megtölteni? Ezt egy csirkemell prádda, minden össze. Csirkemell krém tulajdonképpen. Meg fogjuk pépesíteni, és akkor azt fogod beletölteni, és akkor ugyanúgy néz ki majd, mint a múltkor, ez a rolád? Tehát fel fogod tekerni, vagy? Nem, hanem két kicsomozott combot fogunk egymásra fordítani. Jaj. És köztem még lesz aszalcélva. Aha, és mi lesz még a köret? Mert látok itt, bár itt a zacskón úgy tűnik, mintha erdélyi gyümölcs keverik lenne, de ebben megy van egyébként. Egy ilyen gyümölcsös csatnit tulajdonképpen. Ez lesz, ez is ahhoz lesz? Alma, szuper. És látok, egy kicsit csípősen. Ha? És látok egy kukoricadarát, meg csedás sajtot is. Igen, és lesz hozzá egy tejszínes sajtos húiszka. Szuper. És nagyjából ennyi. Akkor fogjunk is hozzá. Mondjad, hogy mit csináljak, vagy mit ne? A csirke mellett egy kicsit vágd össze, mert azt hozzá fogjuk tudni szólni. Igen, azt hoztok egy aprítógépet, azt mondtad is, hogy kell. Minél kisebbekre. Én már fogom ebbe bele is tenni, szerintem. Jó, hogy apróra, hogy bírja. Ilyen kis pici kockákra. Aha. Hát remélem bírni fogja. Jó. Megmondom őszintén, ebbe én mindent szoktam aprítani, csak csirke mellett, nem? Biztos elbírja. Tessék? Biztosan elbírja. Ha nem, akkor marad darabolva. Akkor marad darabolva, ennyi. A csont mellett lefedjük a húst, erről. Vigyázzuk, hogy a bőrét ne vágjuk ki. Meg a gulyunkat sem. Ennek így mennyi sütés kell, hogy kacsa? Mert a múltkor körülbelül az oldalas, meg ezek azok bent voltak, hogy 4 óra hosszáig, 4-5. Igen. Hát, olyan 2-3 óra. 120 fokon. Nézed csak, ilyen picire jó lesz? Ez ilyen kis... Na, bőven. Bőven, jó. Na, és tök sikerült. Jó. És mi lesz a fűszerezése? Csak sima só, bors? Igen, meg egy kis fokhagyma lesz benne. És így ebbe a sütőbe ugyanúgy ropogós lesz a bőre? Nem. Nem? Ebben nem? Ebben nem. Tehát a barbecue az nem teszi ropogósabb bőrt, inkább egy kicsit ilyen gumis lesz. Aha. Keresünk egy párját. Óra, és van. Most a legvégét azt nem szedted ki? Most a legvégét csontot is nyert? Nem. Az benne marad, majd ott kezdjük a kötést. Mások ilyen hidegben disznótoroznak. Nem? Mi a kacsatorozunk. Mi a kacsatorozunk. De egyébként ez egy, azt nézzük, ez karácsonyi kaja. Szárnyas. Szárnyas. Nem muszáj pulyka? Miért? Kacsa az tökéletes. Jó, hát nyilván akinek nincs barbecue sütője. Na, meg lehet simán csinálni, akármilyen sütőbe is. Azt akartam mondani. Még azt sem kell ragaszkodni, hogy ilyen alacsony hőfokon. Tehát 170 fokon egy óra alatt készen van. És akkor ropogósabb lesz a bőre. És akkor azt akartam mondani, aki szeret ropogósan. Csak nem lesz benne a füst. Akik nem fázósak, és tényleg még úgy gondolják, hogy kint lehet, és mi megmutatjuk, hogy még mindig lehet kint főzni. Simán. Ó, beleteszem már a késővel. Azt próbáljuk meg, jó, és akkor... Egyszer egy kisebb adagot? Persze, nem is kell sok kis, nem ments. Jó. Rakunk bele egy kis sót, borsot, és... Jó, eltűnt a teteje. Jó, ott van, nem? De még, ja? Ja, ebben most tegyünk sót, borsot? Igen. Már? Befűszerezzük, igen.
Egy kis tejszín kell még hozzá. Egy kis vaj. Hideg. Ja, és ha ilyet csináltak, akkor mindig hidegen. Tehát 0 fok körüli hőmérsékletre kell hűteni a húst. Egyébként ilyet azért tettük ki a hóra, ahogy tudod. Egyébként ezt valahol olvastam, hogy nem is olvastam, láttam videókon, hogy amikor kacsamájat készítenek, azt is teljesen, majdnem, hogy fagyosan készíti. Hát igen, mert hogyha a darálást melegszik, és a kacsamáját pláne zsíros, ki olvaj bele a zsír. Azt akkor azért csinálják. Aha. Na jó, addig én darabolom a többit. A kacsacomhoz be volt állszatva egy éjszakára 5%-os sóoldatba, és akkor nem is kell külön sózni már, egy kis borsa kap csak belülről. Annyi elég, hogy beállszattad sós vízbe? Igen. Lefúj a szél? Akkor ne vegyél levegőt. Jó, és most megkenjük ezzel a összetúrmixolt. És egy kehető, és akkor ebből tettél tejszínt, sóbors. Tejszín, sóbors és egy kis fokhagyma. És egy kis fokhagyma. Ezt lehet egyébként a csamájjal is. Lehet. Abba is gondolkodtunk, meg csirkemáj, az annyira nem. Jobba. Hízott máj kell bele, mert a sima az nem parázs. Ja, parázs lesz. Azzal is meg lehet csinálni, de... Ha mindenképpen májjal akarjuk, akkor... Na mondjuk, hogy karácsony, egyébként hallottam, hogy lehet már venni így ilyen májat, ilyen kacsamájat, hízott kacsamájat, ilyen kis pici apró darabokat is, mert egyébként elég borsos ára van. De aki rászánja karácsonykor, akkor biztos, hogy nem fog csalódni. Ezzel ki tudjuk tölteni a kis réseket. Olyan lesz, mint egy ilyen felvágott. És abban nem gondolkodtál, hogy ilyenkor ezt a bőre alá teszed? Mondjuk, hogy nem értelme nem. Van. Pont azért csinálom kettőt, hogy ne kelljen a bőre alá. Ha. Az sem sokkal egyszerűbb egyébként. Mondjuk igaz. Mert azt tudjuk rendesen ki felszedni a bőrt, hogy rendesen alá férjen. Megpróbálom minél kisebbekre darabolni, hogy bírja a kis gépünk. Jó, és most az asszorció. De azt meg csak így egészbe teszed. Persze. 3-4 darabot majd amelyet ad. Meghívod. És akkor a másikat pedig ráfordítjuk. Na és találtál jobbos balost? Hát körülbelül. Ja, szóval ezt megkötözzük csak addig, amíg sikerül, amíg összetartja. Kis guszta. Lehet szorosodra, mert kicsit össze fog menni úgyis. És egyébként a karácsonyi, mint azt te csinálod otthon ilyenkor? Az utóbbi időben egy részét legalábbis. Aha, de akkor így ebbe a sütőbe is akár? Ebbe is, simán, minden évben. Utóbbi évben mindig ebbe csináltuk. És te, hogy mit csináltál? Mit készítettél? Ami hasonlót? Igen, volt így kacsa töltve, meg csirke is. Töltött káposzta. Töltött káposzta? Ja, az nem abban. Ja, én nem gondoltam.
Nem, ebben csak a csirke volt, meg a kacsa. És ízét csináltél már rajta? Kis malacot vagy benne? Tudod, ilyen kis, azt az egyben malacot. Azt még nem. Hát azt akkor ki kellene próbálni. Hát ki lehet, de nagyon pici kell, hogy beleférjen. Teljes malac. Hát én olyanra gondoltam. Hát amit is szokták, ez a szilveszteri malac. Az nem jó? Hát az beleférne. Nem tudom. Én nem próbáltam bele. De belefér, meg lehet csinálni benne, mert szoktak egybe malacot sütni. Szerintem annak mennyi idő kell? Hát? Hú, szerintem annak egy 8-10 óra biztosan. Azt a mindenit. Mondjuk azt akkor ott is lehet hagyni nyugodtan. Hát azért figyelni kell a hőfokra. Ja. Na. Na, tényleg ez is. Jó. Na, meg jó. Jó, fejjel veszem a konvektort, figyeljetek. Ah. Lecsípja? Majd mindjárt elintézem. Várj. Jó. Hát hadd ne mondjam ott az rész, amire hasonlított. Ennyivel több volt. Jó, ez a szilva. Aha. Aha. Jó. Na, ennyi kell. Ezzel készen vagyunk. Na Gabi, hát a harmadiknál tartasz, én meg arra gondoltam, hogy mivel ilyen hideg van, egyébként egy jó ötlet, hogyha valakinek nincs otthon kemencéje, akkor az előtte valami építsen egyet, mert itt mi begyújtottunk is a hátunkra, nagyon jó ez a kis meleg, de hogy még jobban felmelegedjünk, csinálok egy kis forradbort. Bár jobb lenne, ha mézünk lenne, de opa, jobb hiány egy kis cukor lesz. Hát én ez a 7 decinyi édes borról szerintem egy 2 kanál cukrot teszek, igényesen kimérem. Úgy. Teszek bele egy nagyon kevés aszalt-szilvát, csak a víze miatt, ez az egyik kedvencem a csillagán is. Teszek bele. Fahérúd, azért használok fahérúdat, én legalábbis azért szeretem ilyenkor, mert akkor nem lesz ilyen porszerű az alja, miután. Megyet, teszek bele egy kis narancsot. Ezek már megvannak mosva egyébként. És csak ilyen cikkekre vágjuk. És remélem, hogy minden hamarabb felfor, és felfor, mert hülyére fagyunk. Jó, szuper, ez is nem soká kész lesz. Oh, yeah. Annyira kis gúzták, tényleg olyan, mint egy töltött galamb. Hát ezt nagyon rosszul szedték szét. Tessék? Nevés bőrt hagytak rajta, és ez így.
Jaj, nem tudod úgy. Hát, igen. Egész kacsa jobb. Ez a három, tehát a hat kacsa combot használtunk föl. Ehhez gyakorlatilag azért ebből hat fő simán jól lakik, igaz? Igen, körülbelül. Főleg, hogyha a köret is egy ilyen jó kis markáns köret lesz hozzá. Ez a cheddar sajtos kukoricadarás, ez a puliszka jellegű. Jó lehet ezzel lakni azért. Mondjuk, hogy előtte van még egy valamilyen leves is. Kész. Kis cukker borsó. Nagyon jó. És akkor ebben a töltelékében igaz, csak simán csirke, mert tejszín, só, bors, és akkor pépesre van. Igen. Amennyire csak tudjuk, pépesre van darálva. Ez egy erős botmixszer is meg lehet csinálni, hogy egy jó minőségűvel. Hát egy erősebben. Nem kell olyan borzasztó profi cucc hozzá, csak... Ez se egy ipari gép, és azért mégis valami ezt nem tudjuk pépesíteni. Persze, azért használhatom, mert nem is muszáj, tehát simán dalált hús is jó, nem muszáj összetudni szólni. Akkor nem kell bele tejszín, csak fűszer. Akkor nem kell bele tejszín? Nem szükséges, de ez így jobban összefogja. Ja, akkor én azt hittem, hogy az íze miatt, meg a... azért tetted bele, de akkor ez csak azért, hogy összefogja. Tehát akkor gyakorlatilag nem tojást használtál, hanem tejszínt az összefogásra? Mondhatjuk így is? Hát, a fehér is összefogja magát, tehát igazából a hőtől az is össze fog állni. Ja. Csak így ilyen krémesebb lesz az egész. Sikerült. Tökéletes. Ó, jó az, nagyon kis cuki. Jó. Okay. Akkor megy be a sütőbe. Egy pillanat, nem csomagolod be? Nem. Először mindig csak is simán füstön. Ja, de nem is fogod becsomagolni? Hát a végén lehet, hogy kap egy kicsit, majd látjuk, nem tudom. Igazából nem szükséges, de lehet, hogy a végén egy órát kap becsomagolva. Ott tartunk, hogy kacsa a sütőbe, melegszünk és kész van a forralt borunk, fel is forr. Szerintem kóstoljuk is meg gyorsan, mert most hozzá fogunk utána a körethez, igaz? Az igen. Egyik körethez, az a... Ez egy ilyen gyümölcs csátni lesz. Erről mondj nekem valami, az előbb ezt megkóstoltam, mondjuk 10 percet kóstoltam, és még azóta is érzem, hogy rettenetesen csípős, hogy ez miből áll? Egy kis házi csillekvár, habanero, csaklitból van. Rettenetesen erős. És balzsamot, a cukor össze van főzve, és akármedig elállt. Én nagyon szeretem a csípős, meg bírom is, de ez finom gyümölcsös íza. És egy 5 másodpercig lehet élvezni utána már. Az idézőjelbe tenném, mert én nem élvezem. Ilyen pici kell belőle. Nagyon pici kell belőle, tehát ilyen késhegynyi szinte. De az indiaiak azt mondják, hogy a csátninak olyan csípősnek kell lenni, hogy ne lehessen megenni, és olyan édesnek, hogy ne lehessen abba hagyni. Igen? Úgyhogy rakunk be cukrot is mellé. Jó. Na, ez forralt bor a la Ildi. Hoppá. Mindig én. Egyszer. Köszönöm szépen. Egészségre. Rakunk bele még almát meg költit. A menny mindjárt mellé. Segítem, csak iszok először, várj egy picit. csak a melegedés miatt. Arra rakulni kell. Nem jön át, hogy mennyire hideg van, de nagyon hideg van. Tehát az ujjaink helyét már alig érezzük. Ezt a körtét lehetne karamellizálni, és egy kis polcokon, csak úgy mellünk. Na most, hogy belefőzzük. Jó.
Ezeket itt a félre rakom, akkor én most hámozzam mondjuk az almát. Hát. Igen. Kis cikkeket kell vágni? Vagy akkorára, mint a igen, megy. Körülbelül, mint a megy. Ne lógjon ki. Meg lehet csinálni sóskörettel is, tehát nem. Én imádom az ilyen, de a húsokat gyümölcsel kombózni, tehát szerintem. De a kacsához az illik a gyümölcs. Ki nem szereti, az a csinált mellé káposztás tésztát, akár, vagy káposztát dinsztó hozzá. Savanyúból is jó, édesből is jó. Szoktak így meglepődni, így akkor feltöltök egy-egy receptet ugye a csoportomba, hogy gyümölcs, meg hús, meg minden, és ez azért nem egy újdonság, mert nekem például apu, annak idején, amikor volt vasárnapi ebéd, ugye rántott hús, törtknopi, és ott a megy mártás, az elengedhetetlen volt. Erre a menzás kaján is volt. Hát pláne. Ilyen pár hús mellé volt, ilyen megy. Tehát semmi kivenni volt nem találva benne, sőt. Abszolút. Működik együtt. És rakni fog bele fokhagymát is. És az is finom. A gyümölcsel. El is hiszem. Oké, akkor ez a körte alma. Akkor most neked egy serpenyő kell, igaz? Igen. Van egy olyan kis... Itt egy. Jó, ott van a serpenyő. Azt akarom, ha? Az enyémbe, nézd ott. Van ott. Van benne egy... Azaz. Az is jött. Már mindegy, az nem kell most éppen. De viszont a balzsavezet kell, azt hozzad. Oké. Jó. Jó. Tüzet neki. Balzsamecet. Jó. A szalszilvát teszünk bele egy picit? Az is lehet. Ha már itt van. Jó, az van egy kis vajat. A serpenyőbe. Oké, mennyit ebből satsz per? Öt dekányit? Legalább. Na, várjál. Annak a fele. Majd még a végén rakhatunk bele, majd látjuk. Jó. Jó lett? Finom. Jó. Akkor megint volt hasznom ma. Tegyük volna nagyobbra? Hát haladjon? Lehetne. Nagy lángon szeretek. Azt akik félre addig a serpenyőt szerintem. Figyelj, mert nehéz. Ezért öntött vas? Öntött vas. Azt a mindenit. Kezdjük a keményebbekkel. Uh-huh. Alma körte. Mindegy egy kis cukrot, most kivételesen. Hát amúgy nem szoktál? Nem. Akkor minek rakunk vele? Most. Ott itt volt mi? Kivételesen. Kicsit megkaramelizálunk? Igen. Apu régen, amikor főzött körömpörköltet, ő előtte, vagy az elején karamellizált cukrot is úgy, hogy csak a hagymával együtt. Körömpörkölde? Aha, az alján, igen, karamellizált egy pitán. Most nem egy kilót, hanem körülbelül ennyit az egész, egy ilyen kanálnyit. És akkor még ilyen ragacsosabb, meg olyan pikánsabb, és mindig szoktam főzni ilyen savanyúkáposztás babujást, és abban a savanyúkáposztát szoktam megcsinálni így. Úgyhogy megkaramellizált előtte, amikor? A hagymán. Uh-huh.
hagymát karamellizálom egy kis cukorra, és akkor úgy bele. Apu is így csinálta. De nem volt édes, meg semmi, csak rohadt finom volt, az biztos. Ugye vajon szépen megfog majd a cukor, de látszik is, hogy habzik. Ez beadik az egészet, jó? Oké. Amit hagytam, mi? De akkor lesz benne alma körte. Szilva. Aszalt szilva, és megy. Kis bort nem locsolunk rá? Az is lehet. De majd egy kis balzsamecet. Ja. Majd egy kis sűrített. És ebbe fog menni ez a rettenet, igaz? Igen. Mármint finom, csak rettenetesen csípős. De a tejszínes puliszka az ellensúlyozni fogja. Uh-huh. Meg az édes is. Tehát kereten, hogyha távol kereten főznek, csípősen főznek, akkor adnak mellé cukrot, és az lágyít rajta sokat. Belfut a mentet is. Ebben még a legesleg végén még milyen jól lehetne mondjuk a bírsalma. Csak mondjuk ott vannak nagyon... A bírsalma az biztos, hogy jól hozzá. Na most tetted bele ezt a rettenetesen csípős. Na csak épp, hogy csak. De mondjuk akkor tényleg egy ilyen üveggel évekig elég. Igen. És azt mondtad, hogy magát a... Te termesztetted a halapenyót is? Nem, habanero, nem halapenyó. Ja! A halapenyó az... Erősebb? Nem. Az, mint a cseresznyepaprika körülbelül. Balzsamecet. Kis savasságot kap. Mennyit. De csípi az orromat. Pedig a megye. Szerintem tegyünk még egy adag megyet majd bele, nem? Biztos, hogy ki van magozva, mert én összenyomtam, nem volt benne mag. Kap be! Gyere, ott van az a tényleg. Van benne mag? Nem. Ja. Olyannal van magozva, mint a oliva vagyok. Ez ennyi? De hárommal van. Forgatom. Ja. Na most egy kicsit össze kell neki rottyanni. Hát az Isten király zébe nem teszünk bele? Miből? Forralt borból. Abból is lehet egy kicsit. És ebből. Ez mi volt most? Ez is balzsamat, ez csak ez be van sűrítve. Jó. Most már hadd. És erre gyakorlatilag semmi más nem kell, igaz? Ez már csak így van. Nem sok idő kell, csak egy kicsit összerogytani. De mert más fűszerezés semmi nem kell, tehát ilyen fahéj, ilyesmi. Nem. Hú, de szép. Úristen, de gyönyörű színe van. Jó, szuper. Most már csak a puliszka híja, de azt a végén csak amikor tálaljuk, mert akkor megdermed. Ja, jó. De az úgy melegen jó. Jó, oké. Úgyhogy azt majd akkor jó.
Szóval kivettük a kacsákat, igaz, most becsomagoltad egy kicsit, mert pihentetni kell. Igen, most egy kicsit pihenni kell neki. Visszahűl, akkor kész van a ragunk, ez a gyümölcsös ragú, és a levét kicsit leszettünk az elején, és ezt besűrítettük. Egy kis vajjal. És akkor most megfőzzük a puliszkát, igaz? Igen. Jó, akkor gyorsan alágyújtok ennek. Ja, ennek már alá is van. Megvan. Jó, akkor... Megvan, hűtött. Hát... Majd szemre, körülbelül két annyi víz, mint amennyi. Jó, hát ez most hagyom, hogy te szemre tedd bele az adagokat, jó? Jó. Kicsit várom, míg melegszik. Jó. Azért. Már nem is muszáj, igazából. Nagyon szép illatok vannak. És majd akkor belemenne a cheddar sajt is. Igen, akkor meg egy kis sajtot és tejszínt. És tejszín. Ebbe akkor nem is megy só? De, kell bele is. Kell bele. Mint az volt körülbelül? Cheddar sajt. Ez a hamburger sajt, én ezt csak így hívom. Ez a folyós sajt. És azt mondtad, ennek nem sok idő kell. Nem. Be kell sűríteni, meg kell bele. Ezzel ne kalágyúj, csak akkor egy kicsit melegíteni? Igen. Jó, hogy kétszer akkora lenne se lenne nekünk elég most. Jó, akkor ez vezé. Látom, ilyen nagyszemű sót használsz. Mindig mindenben azt használod? Nem. Hát csak a sima asszai só szoktam általában. És ez most mitől kocsonyásodott így be egyébként? Mert ezt gondolod, vissza fog folyósodni. Viszont így kalamea, mert vaj meg cukrozott gyümölcs. Ja, és akkor azért. Hogyha meg megíted, akkor az folyósodik vissza, fog. Már érződik, igen. Ez egy híg karamell. Akkor itt veszed? Nagyjá, megint rosszat vettem tartalékra. Hát igen. Tehát ezt nagyon újra melegíteni. Mert kicsapódik a vaj. Uh-huh. Ez úgyis csak ilyen izé lesz rajta, dizájn. Figyelj, menj is rajta. Uh-huh. Minden hát az jó. Jó? Olcsom el? Ja, ez nem. Nem, azt. Mire azt el lehet, nem? Aztán kevergessük, mert most már lassan elkezd. És a sajtot, azt majd ebbe fogjuk belereszelni? Igen. Még azt le is lehet reszelni. Nem kell sok ugye, mondjuk egy harmada. De nem muszáj levágni, csak leveszelni egy harmada. Ja. Jó. Oké. És már reszelhetem bele? Igen. Mindjárt. Jó, most már akkor is letöltem. Ezt már reszelhetem bele? De ne azzal. Na azzal? Ne azzal, hát a gondolod, csak még az beleszeled. Miért annyira izé? Hát csináld. Add vissza. Ez az életben nem beszélem, ez ilyen kemény. Hát ez kemény. Ez fél kemény sajt. Ez már sűrűsödni. Igen. Egy kell az, ami egy kis víz. Mi kóstolunk. Ez el van zárva? El. Azt mondtad, hogy azt láthatom.
Jó lesz ez így. Jó, tegyek egy kis vizet hozzá. Jó. Na, kavargatom én ezt, meg akkor megnézed addig a kacsát? Igen, most már lassan jó lesz. Jó lett van. Egyébként? Hát csak vesz itt vizet. De ide hozod, nem? Aha. Kifélszik az életet. Annyira kíváncsiak a belsejére, hogy hogy néz ki belül a csirkevel. Amit le túl még szóltunk. Hoztatok a tároló tányért közbe szerinted? Hát még nincs kész a kudiszka. Azt majd úgy állítsd már be a sűrűségét, hogy egy picit folyjon. Hát akkor nézd meg, hogy ennek milyennek kell lenni, ez olyan tejbe grisszerű. Nézd. Ez így jó lesz, ilyesmi. Még úgy is rakunk bele egy kis tejszint. Aha, ott van. Ha beleteszem el, és akkor... Mennyi egy ilyen egy deci, két deci? Hát, igen. Az egyik annyira maradt, azt bele lehetni. Kb. Egy decit. Az még? Az? Ez? Igen. Azt akkor elzártuk. Ja. Jó, megkóstolom. Hát só, már nem kell bele. Meggondolom, hogy a sajtnak is van egy. Ja. Már a tejfi? Még egy kicsit hat főjön. Ja. Még egy kis vizet rakunk bele. Kell még neki, mert még gyárs. Jó már ez, Gabi, nagyon éhes vagyok. Kóstoltad? Nem. Szerintem az több. Sok. nagyon finom. Kicsit sós, nem baj az. Nem úgyis. De mi így szeretjük, tehát azt kell mondani, hogy mi így szeretjük. Hongot csináltam, és rászám, nem is adtam be a sót. Azt hittem, hogy a tegyük még bele a sajt. Tesszint is. Látani át neki? Nem. És akkor már sót nem lehet érte, és mondom, de a sajt lehet, hogy a sósabb, mint amit én használtam. Egyébként már megvan főve. Meg? Meg. Jó. Tehát ha ráharapok, már érződik, hogy már nem ropog a fogam alatt. Na, felakadunk? Igen. Annyira éhes vagyok, hogy ne viszel el. Akkor hozom ide a tányért, jó? Ha most megkóstolod, már most nem sós. Felszínettel. Még azt tudom, már kell ezt a kis valamit belőle.
Igen. És a... Nézd. Tudod, igen. Ezzel is kész vagyunk. Hát, köszönjük szépen, Gabi, de hát ez a... Hát most hogy fordítsuk, de majd úgyis bevágózzák a fiúk. Hát ez gyönyörű szép. Mi majd meg is kóstoltuk az előbb. Ez megint egy igazi remek karácsonyi recept lesz. Úgyhogy bízom benne, sokan el fel készíteni. Én valószínűleg megpróbálkozom vele. Köszönjük nem szépen. Néz. Köszönjük, hogy újra velünk tartottak. Bízom benne, hogy el fogják készíteni önök is, megpróbálkoznak vele. Egyébként nem egy ördöngős dolog, könnyen elkészíthető, és szerintem az ünnepi asztalnak egy igazán méltó dísze lesz. Köszönjük szépen, viszontlátásra és kellemes ünnepeket!